Vére mindig szükség van, és mással jelenleg nem pótolható, ezért nagyon fontos, hogy minél több legyen a rendszeres véradók száma. Tolna megyében a lakosság arányához viszonyítva évek óta a kitűzött cél a 11 ezer donor elérése, ezért a Vöröskereszt rendszeresen szervez véradásokat, így Pakson is. A mostani alkalomra is sokan mentek el, mivel tudják, hogy mekkora segítség lehet a vérük. Nagyon fontos a véradás, mert akár baleseteseknek, akár az édesanyáknak, ami saját tapasztalatból is tudom, mert édesanyám sok vért kapott, amikor születtem, és ráadásul nekem olyan vércsoportom van, amit sok ember kaphat, és szívesen jövök vért adni. Először 1995 környékén még katonakorában adott vért, most ez volt a 13. alkalom. Égner Károly is rendszeres véradó, közel 50 alkalommal vett már részt véradáson. Annak idején, amikor az erőmben dolgoztam, az orvosom ajánlotta, hogy jöjjek el véradásra. Azt mondták, hogy sűrű egy kicsit a vérem, és azóta minden véradáson szinte megjelenek. Véradó az lehet, aki elmúlt 18 éves, de még nincsen 65, testsúlya meghaladja az 50 kg-ot, és egészségesnek érzi magát. A véradás során a lehetséges donoroknak először felveszik az adataikat, majd ki kell tölteniük egy kérdőívet, végül pedig egy rövid orvosi vizsgálaton is átesnek, aminek a keretében többek között megmérik a vércukorszintjüket és a vérnyomásukat.